Kedves nézőink, kedves hallgatóink, a Vigadóból jelentkezünk, ahol most egy mini koncertet hallhatunk. Koncert közben azért pár szót beszélnék a Vigadó történetéről is. Az 1860-as években kezdődött meg a Vigadó épületének az építése. 1901-ben fejeződött be. Ferenc József császár és felesége Sziszi is járt a Vigadó épületében, válon vettek részt. Később Rudolf főherceg és felesége, Stefánia hercegnő is járt az épületben, szintén bálon, és ekkor született meg az az ötlet, hogy úgy ünneplik a trónörökös párt, hogy Gássőből az R és az S betűket meghajlították, majd pedig amikor a pár megérkezett, akkor meggyújtották, arra viszont nem számítottak, hogy erős szélben fog megtörténni ennek a gázlángnak a meggyújtása, és így olyan volt, mintha egy lángoló mező fogadta volna a párt. Nagyon érdekes jelenetnek lehettek tanulni, akik itt voltak. Az épületeken szereplő szobrokat Stróbe Zsigmond készítette. Érdekesség az, hogy a szobrok is több év alatt kerültek fel az épületre. Az épület a II. Világháború alatt súlyosan megrongálódott, és kérdéses volt az, hogy az épületet egyáltalán helyre fogják-e állítani. Szerencsére a Műemlékvédelmi Hivatal szakemberei úgy döntöttek, hogy az épületet nem bontják le, hanem felújítják, viszont hatalmas összegeket emésztett fel a felújítás, ami többször is megszakadt, de 1980-ban az eredeti pompájában a nagy közönség is beléphetett a Vigadóba, és így a
láthatja a, szinte a régi pompáját. A Vigadónak a csodálatos csíbárai, amik az előtérben fogadják a látogatót, azok is megsérültek a háború alatt, de sikerült restaurálni, de most már nem az eredeti csíbárok vannak az épületben, hanem Sob Zsigmond rajzai alapján, amiből elkészítették, és ezek a csíbárok azok, amik most az épületet díszítik. Közben még zajlik bent a háttérben a minikoncert, melyet középiskolás zenét tanuló hallgatók adnak elő. Egy kicsit itt az épületet azért megmutatnám, hogy csodálatos rézcsillárok vannak mindenhol. És ahol ez a kis program zajlik, ez Makovec Imrének, az építésznek a nevét viseli. Jelenleg a Makovec terem előtt vagyunk. Ez az épületnek egyébként a negyedik szintje. Az épület 6 emeletből áll. A mai napon az épület séta keretében képzőművészek is megjelentek különböző alkotásokkal, lehet vásárolni, illetve opera és operett részleteket is hallhat élőben a nagy közönség. Én köszönöm azoknak, akik ezen a kis sétán velem tartottak. A Vigadó az mindig csodálatos programot és élményt nyújt az idelátogatóknak.